Rúgják a bört a gyerekek a bregyóban, bár ezek a felvételek még korábban készültek, hamarosan hasonló jelenetekre számíthatunk itt, hiszen idén is hat héten át élvezhetik a kisiskolások a napközi tábor programjait. Tornusonként 4-450 gyermek jelentkezésére számítanak. A városi táborok nagyon népszerűek, hiszen a tavalyi évben teljesen megújultak, és a korábbiaknál is színesebb program kínálattal várták a gyermekeket Székesfehérvár önkormányzatának nyári táborai. A tavalyi évi Bregyó tábor merőben más volt, mint a korábbi évek tábora, és az idei évben is a tavalyi évhez hasonlóan készülünk, új csemegével is, hiszen azon túl, hogy a riprónai képzőművészeti nagy kiállításunkra visszük a gyerekeket térítésmentesen, az idejében a hetetét játékmuzamból is elviszük őket. Azt hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon fogják imádni, de hát maradt az összes többi programunk, a kézműves hagyományok ápolása, a táncházi programok, a népzenei programok, a környezetvédelmi programok. A Bregyó közben napköz is, Velencén pedig bentlakásos tábor várja a Fehérvári Általános Iskolában tanuló diákokat, mindkét helyszínen tematikus turnusokat szerveznek. Újra hasznosítással kapcsolatos és környezettudatos életmóddal kapcsolatos foglalkozások biztos, hogy lesznek, ez egy pályázathoz kapcsolódik, ami két, két turnusában is, ez az első és a negyedik turnus, ezt meg tudom mondani, látogatható majd itt a táborban. És Gondoltuk, hogy lesz egy indiános, egy lovagos, kalózos és egy hagyományőrző hetünk majd, amikor ehhez kapcsolódnak azok a programok, amit, amit az itt tartózkodó pedagógusok szerveznek a gyerekeknek. A bregyó tábor július 2 és augusztus 10-e között fogadja hétköznaponként 8 és 16 óra között az általános iskolás kisdiákokat. A mindenkori napközi térítési díj ellenében és az azzal járó kedvezmények természetesen itt is érvényesek. A velencei táborba három turnusban fogadják a gyerekeket. Július 9 -e és 13-a között dráma, július 16-tól 21-ig lovagi, még július 23 és 28 között pedig hagyományőrző. Tábort szerveznek. Jelentkezni az iskolákban az élelmezés vezetőknél lehet, valamint a városgondnokság munkatársánál. További részletekről a város honlapján is tájékozódhatnak, valamint a civil korzon, ahol 10 és 16 óra között minden lehetőséget ismertetnek az érdeklődőkkel, nemcsak az önkormányzat, ide a civil szervezetek által szervezett táborokkal kapcsolatban is.